Jó estét kívánok mindenkinek! Ahogy ezt szoktuk már, amikor nincs éneklés, kezdjük a mai darma beszédet is az Om Nám mantrával hétszer. Om. Én szeretnék mindenkit arra lelkesíteni, hogy tegye fel a kérdéseit a saját nyelvén, és a saját nyelvén fog erre választ kapni. Két alkalommal lesz ezen elvonulás alatt tarmabeszéd, ma és holnap, és három fő fog válaszolni nektek. Röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor ide bejössz, akkor semmi más nem teszel, mint eredeti természetedhez visszatérsz látszólag valami vallásos történik, valami kultikus történik, valami import terméket forgalmazunk itt, de egyéb iránt, ha megnézed, csak az történik, hogy eredeti emberi mi voltunkhoz visszatérünk. Hát mi az ember? Mik vagyunk mi? És innentől kezdve a gyakorlat az pontosan arról szól, hogy tapasztald meg igazi önvalódat, és ezáltal lásd, hogy miből vagy összerakva, mint test, lélek, pszichofizikum, lény, érzékszerfeszkötött kötött lény, és a többi. Hát ami engem mindig újdonságként ér, az az, hogy amikor Korea és a Nyugat között vándorlok, akkor eszembe jut, hogy 1500 éven keresztül ez a hagyomány, amit mi itt most gyakorlunk, ez Kolostor kapuk mögött fönt a hegyen létezett. Csak arról szólt, hogy mondjál le mindenről, vág le a hajad, legyél szerzetes vagy szerzetesnő, és érd el a felébredést. És a 20. század gyökeresen megfordította ezt a relációt, a tan kijött Koreából, elérte a nyugatot, és elkezdett válaszolni olyan kérdésekre, hogy hogy lehet például jobban élni, hogy lehet helyesebben párkapcsolatot felépíteni, hogy lehet egy jobb családot alapítani, ha már van, akkor hogyan tegyük azt jobbá. Tehát a világi élet minőségének a javítása elengedhetetlen feltétellé vált ahhoz, hogy ezt a hagyományt itt nyugaton hasznosnak találják. És szerintem ennek az alkalmazkodásnak, fejlődésnek nincs és nem is lehet vége. Egyszerre látjuk azt, hogy mit jelent mindenről lemondani legalább egy kis időre, és utána pedig újraépíteni az életnek azt a részét, amit szükségszerűen le kellett egy picit bontani, mert nem működött elég jól, Úgyhogy ez a gyakorlat tényleg semmi másról nem szól, mint igaz természetünk meglátásáról, a megszabadulás tapasztalásáról, és a karmának egy olyasféle tisztításáról, hogy pontosan olyan ember légy, akivel esetleg a következő életedben is szeretnél együtt élni. Pontosan olyan életet élj, amelyet egy következő inkarnációban is érdemes folytatni. És ez már nem pusztán arról szól, hogy érd el a felébredést azon az áron, hogy közben semmi, de senkit nincs, csak a csoportnak egy tagja vagy a hierarhián belül. Ez már arról szól, hogy a társadalomban, a családodban, a párkapcsolatodban légy egy felébredettebb lény. És ezzel az együttérzéssel és bölcsességgel, amit a meditáció során megszerzel, tedd a világot jobbá azáltal, hogy magadat jobbá teszed. Tehát hogyha bárkinek van kérdése a mostani gyakorlata során, akkor itt az ideje, hogy felted. A karma megoldása, a feloldása szempontjából az ok, vagy az okozattal kell foglalkozni elsősorban? Hogy... Mivel kötötted meg a karmát? Okkal vagy okozattal? Mind a kettőben benne vagyok. Tehát akkor a, mind a indítom... kettőnél kell oldanod, mert ahol kötöttél, ott oldani is kell. Ahol nem kötöttél, ott oldani sem kell. Nézd meg, hogy elindul egy okozati láncolat. Például elkezdesz beszélgetni valakivel. És amit mondasz, az alapján mondja ő a következő kijelentést. Amit te hallasz, az alapján válaszolsz neki. Tehát az okból okozat lesz, az okozatból egy újabb ok lesz, és utána megint okozat, hirtelen átváltozik okká, és ez bizony az, amit hallhatál a rövid bevezető mondatokban, a reaktív tudat működése. Általában ciklikusan jár körbe-körbe. Néha úgy tűnik, mintha egy pingpongozna az ember a világgal. Oda-vissza. Szeretem, nem szeretem. Jó, rossz, és a többi. De valójában ezek körfolyamatok. És akkor, hogyha leállítod a körfolyamatot, akkor megszűnik ez az állandó pingpongozás állandó oda-vissza járkálás. A budha ezért mondta a padában, hogy ha ez létezik, akkor létezik az is, ha ez megszűnik létezni, megszűnik létezni az is. Ez a reaktív tudat működése úgy, ahogy kérdezted. Ok, okozat, aztán az okozatból ismét ok lesz, és így tovább. Amikor ezt leállítjuk, akkor szűnik meg végső soron az élet és halál körforgása. Lenne egy személyes kérdésem. Nekem a családomban van valaki, akit a szülei jobban mondva az édesanyja nem akart megengedni megszületni. Azaz az a személy egy abortus túlélő. Azt kérdezem, hogy ő karmikusan mit hoz magával, és ezt a nagyon súlyos problémát, ezt hogy lehet föloldani? Ő maga föl tudja oldani azáltal, hogy megbocsájt a szüleinek, vagy kell külső segítséget kérni, vagy egy családtag, férfeleség, bárki föl tudja ezt oldani, vagy a ti segítségetekre van szükség? Én hogyan Először tud... elmondom, hogy mit hozott magával. Köszönöm. Köszönöm évfordulóra megújuló halálfélelmet. Ez így van. És ennek a feloldása legalább két pólusú. Az anya és ő. Ha az édesanyja már halott. Akkor viszont ezt neki kell belül lelkileg elintéznie. Úgyhogy megbocsát az édesanyjának. Ez az első. A másik pedig az, hogy tudatosítja, hogy életben van, megszületett, és most őt senki nem fenyegeti. A zen az egyik, de nem az egyetlen útja annak, hogy ezektől a belső traumáktól megszabaduljunk. Tehát amikor ülsz, és a meditációban pontosan itt szeretnél lenni, tiszta, tükörszerű, térszerű tudattal, minden olyan akadály, trauma, ragaszkodás, azonosulás megmutatkozik, amely gátolja mindezt. És ez is föl fog jönni. semmi más dolga nincs, mint hogy maradjon mozdulatlan tudattal, maradjon teljesen reakciótlanul, és engedje az ok és okozat működését spontán a helyére kerülni. Amikor meditálunk, akkor aktiváljuk a lélek öntisztító képességét. Ez a megvilágosodás képessége más szóval, vagy buddha természet. De hogyha nem emelkedünk egy magasabb energiaszintre, akkor ezt nem tudjuk megcsinálni. A forma itt pontosan úgy működik, mint az a nagyon jó motor, amely az üzemanyagot nagyon hatékonyan égeti el. A mindennapi életben ezt nem szoktuk. Nincs elég önfegyelmünk, nincs meg a formánk, nincs meg a hozzávaló kultúránk. Tehát tanulni kell, meg kell szokni. És amikor itt együtt gyakorlunk, az olyan, mint amikor rengeteg mozdonyt egyszerre összekapcsolnak, teljesen szinkronizálnak, és itt nagyon nehéz, súlyos szerelvényt, a közös karmánkat is el tudjuk vele húzni. Egyedül nem megy. Segítségre van szüksége, ha kell terapeuta, de a szellemi autonómia nem nélkülözhető itt, és a meditációval ez elérhető. Ha nem meditál, hanem imádkozik, az ima helyettesítheti a meditációt? Ezt csak akkor tudom megmondani, hogyha ismerem a szemét. Köszönöm. Szívesen. Ha valakinek álmában rendszeresen halottak jelennek meg, és akarnak vele kommunikálni, és nem tud egy ebben, hogy kapcsolódni, akkor mi a teendője? Egy halotti szertartást kell tartani, és fölírni mindazon eltávozott személyek nevét, akit fölismert álmában. Ugyanis ez a kapcsolat, hogyha a gyász folyamat része, akkor egészséges, ideglenes, és egy idő után elmúlik. Ha ez nem része a gyász folyamatnak, hanem az ő tudata álomállapotban nyitva van, és szinte állandóan vagy rendszeresen ilyen tudatvendégek érkeznek, akkor ez egyrészt haszontalan az eltávozottak számára, mert ezzel nem tudnak az életbe visszajönni, és rendkívül kimerítő és felesleges a testben lévő lény számára, az életben lévő lény számára. Ilyenkor Tudatni kell az eltávozottakkal, hogy mi az útjuk, mit kell tenniük. És a halotti szertartás az pontosan ilyen tanításokat tartalmaz. Hogyha nem tudja a nevüket, mert ismeretlenek, akkor azt kell felírni, hogy azok a lények, akiket én látok álmomban. És föl kell tenni az oltára, és ehhez egy megfelelő szertartás kell, megfelelő környezetben, megfelelő kultúra és műveltség szerint ekkor ez a tudati művelet elvégezhető, és megszabadul ezektől a látásoktól, mert ezek ott és akkor senkin nem segítenek. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy az emberiség, ahogy most halad előre, az nem teljesen jó irány. Most, ha így haladunk tovább, adott esetben bukhatunk egy szép nagyot. Ebben az esetben a bennünket segítő irányító, velünk lévő szellemi erők is buknak-e, és hogyha igen, akkor ez milyen formában is hogyan kell ezt esetleg elképzelni. Hát ezt tőlük kérdezd meg, hogy ők hogy érzik magukat. Nekünk bőven elég az, hogyha ez az emberi világ tanít minket. Tehát ez a fajta darmadátú, az okozatiság világa, ahol vagyunk, ez nekünk már bőven elég, mint tanítás. Egy biztos, ha valaki segíteni próbál téged, és te a mélybe zuhansz, akkor azok, akik még ragaszkodnak hozzá és próbálnak segíteni, azok is a mélybe zuhannak, mindaddig, amíg el nem engednek téged. Hát, hogy ez mikor következik be, az segítő függvénye. Ezért nem lehet egyoldalúan választ adni erre. Egy biztos, az ok és okozat törvénye világos, és ezért az inkarnáció, mint szabad akarat és egyéni lét, ez mindent visz. Hát ezért születünk meg ilyen elképesztő helyzetekbe, hogy legyen egyéni akaratunk, öntudatunk, önbizalmunk, öntevékenységünk, és ugye különböztessük meg önmagunkat a saját egoitásunktól. Ez nagyon fontos. Tehát nem lehet akarata ellenére segíteni senkinek. Mi hozzuk a döntéseket. Azt, hogy milyen sugallat, meg milyen szövetség, meg milyen világok, meg egyebek, ez másodlagos ahhoz képest, hogy az ember teljes és tökéletes szabad akarattal rendelkezik, annyiban szabad, amennyiben tiszta a tudata. Ha pedig nem, akkor ez a tökéletesen szabad akarat horrorisztikusan rossz döntéseket hoz, mert a hozzátartozó tudat nem tiszta. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Családkarmával hogy dolgozok? örülsz, hogy kaptál az univerzumtól egy kis időt, hogy nem kell a családban a családi karmát földolgozni, mert úgy szinte lehetetlen. Ez az első. Másrészt megnézed belül, hogy pontosan milyen kapcsolataid vannak, és a családban ezek a kapcsolatok hogy működnek. Nagyon fontos látni a kapcsolati karmát, a vérségi köteléket, az azonosulásokat, a berögződöttségeket, a fixa ideákat, és realizálni, hogy ezek mind-mind mulandók, befejezetlenek vagy tökéletlenek, és kölcsönösen függenek egymástól. Az alapja az, hogy ha a te tudatod megváltozik, akkor a családi karmád is megváltozik. Ezen dolgozom. Nem kell újraprogramozni a családi karmát az elmében. Az nem fog menni. Az légvárépítés. Változtasd meg saját magad, és akkor a családi karma is megváltozik. Köszönöm. Szívesen. A nagy kérdés, arra irányul, hogy, tehát hogy megtapasztaljuk, hogy mi ez, mi az, ami lát a szemünkön keresztül, mi az, ami hall a fülünkön keresztül. Ehhez képest a mantra és a hangok figyelése, vagy a térfigyelése, az, hogy, hogy tehát, hogy ezek is arra irányulnak? Vágd el a gondolkodást, és akkor ott vagy. Mindegy, hogy mantrával, kérdéssel, vagy a térrel és hangokkal. Túl sokat gondolkodsz, még a kérdés sem jön ki. Oké? Okay? Oké. Okay. Amikor a Sákemoni Butha elment otthonról, már várandós volt a felesége. Nem, már megszületett a gyerek. És amikor megtudta, hogy megszületett a gyerek, akkor ez upan is adokban az áll, hogy Ráhula hát megszületett. Újabb bilincs keletkezett. Így van. Számomra ez a világi élet és az okság rabságáról szól. Miért gyakorolhatunk mi világiként, mit érhetünk el ezen keresztül, és miért nyitotta ki a kapuit az Enkolostól 1500 év után? Azt érheted el, hogy te jobb apa modell leszel, mint Sákja Ez nagyon fontos. Megszületik a gyerek, föl kell nevelni. Oké? Okay? De az ő idejében nem lehetett szerzetesnek is lenni, és világinak is lenni. És amellett, hogy ezt most sem lehet, mostanában a világiak elég könnyen eljönnek gyakorolni. Sokkal könnyebben, mint 1500-2000 vagy 2500 évvel ezelőtt. És az, hogy miért jött ki a tan Ázsiából, Hát ez az egész világváltozása. Nézd végig csak azt a 100 millió halálesetet, amit a két világháború és a körülötte lévő ideológiai és egzisztenciális harcok okoztak csak a 20. században. Nézd ezt meg. Felfordult a világ. Megőrült a világ. Széttörött a világ, és ennek sajnos még nincs vége. Ha már kijött, akkor használjuk föl rendesen. És a budha életrajza az másodlagos. Amit elért és áthagyományozott, az az elsődleges. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmét. Örülök, hogy együtt gyakorlunk, és közösen teszünk erőfeszítést ahhoz, hogy elérjük a felébredést, és megszabadítsunk minden lét a szenvedéstől.